Az egyházi év nagybőti időszakában a keresztjének élete csendesebbé, elmélyültebbé válik. Hogy készüljünk a közelgő húsvétra? A református szokásainkban a nagybőtnél nem annyira az étkezési megszorításokat alkalmazzuk, mert úgy gondoljuk, hogy a prófétai elgondolás nyomában kell lépni és maradni, ahol arról van szó, hogy a vétkektől tartózkodjatok. Persze az is megiratott a krétaiakról, hogy nekik istenük a hasuk, és akkor a vétkek közé az étkezés, vagy a mértéktelen étkezés hozzátartozhat. Mi úgy gondoljuk, hogy sok minden, ami Istentől elválasztana, azt kell háttérbe szorítani ebben a nagybőti időszakban, és valóban egy kicsit jobban befele fordul az ember, és készül az ünnepre, készül az ünnepi időszakra. A bőti időszaknak a lényegéhez az tartozik hozzá, hogy miközben magamtól megvonok olyan dolgokat, amit kellemessé, széppé teszik az életet, észreveszem az embertársamat, aki viszont bajban van, akinek talán ilyen jó dolgokra nem telik, aki talán szűkösebben él. És talán a legszebb bőti hagyományainkhoz éppen azt tartozott hozzá református körökben, hogy ilyenkor megosztották az étküket olyanokkal, akik egész évben esetleg ilyen étkeket nem ehettek volna. Én azért a próféták szövegeiből, elsősorban Ézsaiás prófétától olvasnék valamit, ami a mi bőti szokásainkra fényt derít. Ézsaiás könyvének az 58. fejezetében olvasható: de hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok kezdteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve bőtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy bőtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a kák, a zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett bőtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Azt hiszem, hogy ez a szakasz is mutatja azt, hogy mi a református gondolkodás szerint elsősorban a vétkektől való tartózkodás és a szerencsétlennel való közösségvállás idejének tartjuk a nagybőti időszakot itt húsvét előtt. Van aztán egy másik jellemző része a kegyességünknek, ez inkább kivételes, ahol mi magunk is úgy gondolom, hogy ha kell, még az ételtől is tartózkodunk. Volt ez Isten népének az életében is, amikor valami nagy nemzeti tragédia érte az országot, vagy természeti csapás, katasztrófa, amikor pontosan azért, hogy minden erőt összpontosítsunk, és a közösséget így is gyakoroljuk Istennel és embertársainkkal, a bőt szokásához kell nyúlni. Itt is egy prófétai szöveget szeretnék néhány gondolatban megosztani. A Jóel próféta könyvének második fejezetében olvashatjuk a következőt. Sáskajárás utáni katasztrófáról van szó, de még most is így szól az Úr: térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, így térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Ez a kis szakasz is mutatja, hogy amikor összközösségi tragédiák, traumák kerülnek sorra a történelem vagy a természet színpadán, akkor pontosan azért kell lemondani a saját javainkról, kellemes kedvteléseinkről, mert ezzel is elősegítjük talán a kibontakozást. Jézus azt mondja az Új Szövetségben, hogy van olyan fajta a gonoszból, amit csak imádság és bőt árán üzhető el. Nemzeti tragédiák idején a közösségvállás a legjobban szűkölködővel, azt hiszem abban áll, hogy én magam nem dőzsölök, miközben a másiknak esetleg falat kenyése jut, hanem összefogásban jelenik meg az az erő, amivel ki tudunk lábalni a katasztrófákból és az ítéletekből. Ez is benne van a bőti szokásunk gyakorlatában. És hát úgy gondolom, hogy ért bennünket manapság egy pár olyan természeti
tragédia, ha csak a Tiszára gondolunk, amely élettelenül folyik most egy jó pár esztendőig, azt hiszem a medrében, hogy komolyan el kell azon gondolkodni, hogy milyen jólétben élünk, és a mi jólétünk az ország másik részén megosztható-e olyanokkal, akik viszont éppen a kenyerüket, a megélhetésüket, az életüket vesztették el a Tisza mentén. A nagybőjti időszak miért pont 40 napos? Minden nagy esemény a Bibliában általában 40-es szám körül mozog. Az egy teljes életfejezetet jelent, egy teljes kört. Jézus 40 napig készül a pusztában a fellépésére, ahol megkísérti az ördög. Én úgy gondolom, hogy a 40 nap az kifejezi annak a tényét, hogy az ember ne csak tessék-lássék módja adja oda az ételét, az italát, a kezdteléseit, hanem kicsit komolyabban készüljön a dolgokra. Ráadásul a mi keresztény bölti szokásaink nem emlékeztetnek a ramatára. Én nekem volt egy líbiai barátom, aki testnevelési főiskolájára járt Budapesten, amikor én teológiára jártam, és éppen ramadán idején találkoztunk. És az döbbentett meg, hogy ő meg komolyan vette a maga iszlám hitét, de azért este a terített asztal mellett bepótolta a napi böjtnek a dolgait. Az ő hitük ugyanis az, hogy nappal meg kell tartani nagyon szigorúan a böjtöt, éjszaka aztán annál nagyobb ünneppel és fesztivállal lehet pótolni az elmulasztott dolgokat. Nem teljesen erről van szó, azt hiszem, a böjtnél. Nem arról, hogy látszatokat csinálunk, hanem valóban önmegtartóztatásról, valóban visszafogásáról a fogyasztásunknak, valóban arról, hogy azért mondok le javakról, hogy ne csak magamat sanyargassam és tegyem üresebbé Isten előtt és készebbé az ő gondolatainak elfogadására, hanem hogy közösséget vállaljak a nyomorultal. Kötelezővé nyilvánvalóan nem lehet tenni, mert nálunk soha nem volt kötelező ez a böjti időszak, úgy, mint más egyházaknál. Önként vállalt belső meglátás miatt magunknak kiszabott gondolat volt, és ez azt jelenti, hogy így talán a nyomorúságból könnyebben valóban a közösségvállalás miatt kiszabadíthatóak az emberek, nem csak tessék-lássék módon, hanem valóban is. Éjjel-nappal tart a böjt. Zárszóként a második helvét hitvallásból, mely a 16. századi hitvallásunk, néhány gondolatot a böjtről. A böjt ugyanis semmi egyéb, mint a kegyesek önmegtartóztatása és mértékletessége. A böjt a szentek imádságának és minden erényének támasza. Nem tetszett Istennek az olyan böjt, melyben az ételtől, nem pedig a vétkektől tartóztatták meg magukat. Van gyülekezeti és magányos böjt. Régente csapások idején és az egyház nyomorúságos állapotában tartottak gyülekezeti böjtöt. Egész estig teljesen megtartóztatták magukat az ételtől. Ezt az egész időt pedig szent könyörgésekre, istentiszteletre és bűnbánattartásra fordították, nem is nagyon különböztek ezek a böjtök a gyásztól. Mindenki azért böjtöljön, hogy testiségét féken tartsa, s onnál buzgóbban szolgáljon Istennek.